idő és hatékonyság szempontjából érdemes kitalálni olyan technikákat magunknak, amivel gyorsulni tudunk. Ilyen lehet például az, hogy a telefonunkba jegyzetelünk, a telefonunkba jegyezzük fel a napirendi pontokat, beállítunk oda különféle emlékeztetőket, ébresztőket, hogy ne fejben kelljen ezt tárolni, és ne fejben kelljen erre figyelni, és aggódni folyton a nap folyamán, hogy éppen miről, hogy késünk le, hanem egész egyszerűen e szerint a konkrét terv szerint végezve a napunkat, vagy akár még este le is ellenőrizve, hogy sikerült-e mindez, így haladjunk, és egész egyszerűen hatékonyabbak fogunk válni, mert egy konkrét terv, egy konkrét ütemezés szerint végezzük a munkánkat. Ez olyan, mint egy építkezés, ott is van egy megfelelő terv, egy megfelelő építészeti dokumentáció, és az szerint végzik az építkezés, akkor minden tökéletesen fog haladni. Ha attól eltérnek, vagy módosítanak, vagy nem veszik azt figyelembe, akkor jönnek a problémák, az elakadások. Így van az időtervezés szempontjából is, tehát a saját időnket tervezzük meg kellőképpen, és használjuk mindehez a technika vívmányait, akár ez telefon, vagy egyéb technika, vagy felhő, vagy laptop, vagy internet, mindegy. Lényeg az, hogy vonjuk be ezt a technikát a saját életünkbe, és sokkal hatékonyabban fogunk működni.